Folytatódik a Magyar Falu program, újabb lehetőségek a kis településeknek. Heveder, Pánt, Zsinór 700 milliós könnyűipari üzemcsarnok alapkövét tették le Gyomaendrődön. Sikeres volt az idei sporthétfő, az érdeklődők 3 hétfőn keresztül próbálhatták ki a sportágakat. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. A Magyar Falu program célja, hogy az 5000 fő alatti kis települések is pályázhassanak, életminőségjavító fejlesztések történjenek, fogalmazott a térség országgyűlési képviselője. Herceg Tamás arról is beszámolt, hogy a közösségi élet fejlesztése, illetve a települések identitásának megőrzése is a fő küldetések közé tartozik. A Magyar Falu programnak köszönhetően a kivitelező ezekben a napokban is a Köröstarcsai polgármesteri hivatal épületét újítja fel. Lipsei Zoltán elmondta, hogy a pályázati kiírás segítségével több utcát is újra aszfaltoztak. Most az egyik legnagyobb beruházásunk, ami a Magyar Falu program keretében van, az az önkormányzat épület, ami itt van mögöttem a felújítása. Ez nagyon hosszú ideje várt, ez a Petneházi villa. Gyakorlatilag itt megoldottuk a nyílászárók cseréje, klímáztunk minden irodát, hogy télen-nyáron egyébként a dolgozók kényelmesen tudjanak benne dolgozni. A települések számára idén 22 pályázati lehetőség állt rendelkezésre. Erről már a térség országgyűlési képviselője beszélt. Herceg Tamás kiemelte, hogy része a programnak a falusi csok, az úthálózatok javítása, illetve a településeket érintő infrastruktúrális fejlesztések. Ebben az esztendőben 148 millió forintot nyert eddig a Békés-megyei egyes választókerületben az a 8 település, amely pályázhatott. Csaba Szabadi kivételével mindegyik település nyújtott be pályázatot, és nincs olyan település, amely ne nyert volna. A települések iskolaépületek felújítására, valamint iskolai tornatermek, tornaszobák fejlesztésére szeptember 18-ig pályázhatnak. Megjelent az a kormányrendelet, amely 11 turisztikai térséget határoz meg hazánkban. A frissen definiált turisztikai térségek közé került Gyula és környéke is. A kormány az eddigi 5 után most 11 turisztikai térséget határozott meg Magyarország területén, melyek között régiek és újak egyaránt szerepelnek. Gyula és térsége olyan neves tájak mellé került, mint a Balaton, Sopronfertő vagy Pécsvillány. A kabinet a hivatalosan szeptember végén létrejövő új régiókban, mindezzel párhuzamosan több mint tucatnyi ingatlan fejlesztést nyilvánított kiemelt állami beruházássá. A Nemzeti Turizmus Fejlesztési Stratégia 2030 felülvizsgálata elkezdődött, az új térségek kijelölése vélhetően a már módosított cél és eszközrendszert tükrözi. Gyomaendrődön a Mamutek Hungary Kft. Új üzemcsarnokának alapkövét tették le kedden délelőtt. A kormány versenyképesség növelő támogatása a koronavírus járványra reagál, fogalmazott Magyar Levente, miniszterhelyettesi feladatokat ellátó államtitkár az ünnepi rendezvényen. A cég 250 millió forintos fejlesztési forrásban részesült. Heveder, Pánt, Zsinór és Szövött rövidárú. Fonott és sodrott saját gyártású kötelek készülnek a gyárban. Számtalan és széleskörű felhasználási lehetősége van ezeknek az időtálló köteleknek. A cég emelőgépek körköteleit készíti használati tárgyakhoz, berendezési elemekhez, sporthoz és gyerekjátékok rögzítéséhez is folyamatosan gyártanak. A cég összesen 700 millió forintból fejleszt most, a közel 1300 négyzetméteres új üzemcsarnoknak köszönhetően 40%-kal nő a termelésük. A Mamutek Hungary Kft. Eddigi néhány hónap híján 20 éves történetének legnagyobb másfél éves beruházási programja kezdődik most, hiszen a társaságunk valaha volt legnagyobb beruházását jelentő versenyképesség növelő támogatási projekt mellett egy másik nyertes pályázatunk megvalósítását is megkezdjük.
Ez pedig egy napelempark kivitelezése lesz, közel 60 millió forint kormányzati támogatásból. Így csökken a cég károsanyag kibocsátása, és jelentős lesz az energia megtakarítása is. A Békés megyei kormányhivatal főigazgatója emellett a cég foglalkoztatásának bővülését emelte ki. A gyomelnődi járás hivatal meghatározó foglalkoztatója. A válság időszaka alatt, a vírus időszaka alatt bölcs döntéseket hoztak a vezetők, és létszámcsökkentés helyett létszám megőrzésben és bővítésben, és a termelés visszafogása helyett a termelés növelésében gondolkodtak. Ebben az időszakban 23 munkavállaló esetében 3,9 millió forint támogatást kértek és kaptak a cég vezetői. A külgazdasági és külügyminisztérium miniszter helyettesi feladatokat ellátó államtitkára hangsúlyozta, hazánknak alkalmazkodnia kell a járvány miatt megváltozott gazdasági helyzethez. A kormány 4,5 milliárd forinttal támogatja ezt a céget. Magyar Levente kiemelte, hogy ez az állami segítségnyújtás is fokozza a gazdaság versenyképességét. Hozzátette, a helyi értékek növelése, hozzáadása viszi előre a gazdaság fejlődését. A helyi hagyományokhoz illeszkedő beruházást jelentünk be, a könnyűipar itt mindig is jelen volt, azon dolgozunk, hogy fejlődjön a jövőben is, és köszönöm szépen a svájci beruházónak, illetve a helyi menedzsmentnek, hogy kijárták ezt a beruházást, ezt a támogatást, amit tudtunk adni a beruházáshoz, és hogy válság idején, ilyen rendkívüli körülmények idején is előre tekintenek, ez is mutatja a helyi munkavállalók, a helyi beruházók, a helyi politikai vezetők alkotó erejét és jövőbe vetett bizalmát. A mostani fejlesztéssel, az új üzemcsarnok létrehozásával nem csak a termelés mennyiség bővül nagy léptékkel, hanem az alkalmazotti létszám is emelkedik majd 125 főre. Átlagosan 90 olyan fotó kering egy gyermekről 6 éves korára a sötét webben, amellyel visszaélnek, egy nemzetközi kutatás szerint. A szakértők fontosnak tartják, hogy a szülők átgondolják, hogy a gyermekekről milyen fotókat posztolnak az internetre. A legfrissebb angol tanulmány kimutatta, hogy a szülők gyermekük 13 éves koráig átlagosan 1300 felvételt tesznek fel a közösségi oldalakra. Ugyanakkor a szakértők szerint a fél éves és 6 éves kor közötti gyerekekről készült fotók 15%-a kevesebb, mint fél óra alatt kerül az úgynevezett sötét netre. Két alapvető szempontot kell figyelembe venniük a szülőknek, ha a gyermekükről szeretnének fotót vagy videót megosztani az interneten. Egyrészt, hogy beleegyeznének-e a gyerekek, másodszorban pedig, hogy a biztonságukat tudjuk-e védeni. Ha lehet, ne legyen fönt a gyereknek a teljes neve, hogy hol született, milyen intézménybe jár, milyen ételt szeret, mi a kedvenc játéka, tevékenysége, mert hogy ezzel nagyon-nagyon könnyen hozzájuk kerülhet olyan, tehát ezek az információk hozzákerülhetnek olyan személyekhez, akik illetéktelenek. A szülőknek is tudatos internet felhasználóként kell viselkedniük, hiszen a kiskamaszok jelentős része fent van a közösségi oldalakon, és látják, mit posztolnak szüleik. Tehát, hogy a szülő mit tesz föl, meg hogy tesszük föl ezeket a képeket, meg információt, a gyerek abszolút utánozza. A szakemberek szerint szükséges már kisgyermekkorban kialakítani a bizalmat és a kölcsönös párbeszédet a szülő és a gyerek között. Az is fontos, hogy a gyermek fel tudja ismerni azt, ha bántalmazzák virtuálisan, mentálisan vagy fizikailag, és arról beszéljen is a szüleivel. Mint mondják, ehhez a szülőknek is tudatos felhasználóknak kell lenniük. Hogy az, hogy áldozat valaki, vagy éppen elkövető, ez nagyon sokszor egy apró kis határvonal. Ha az a szokás, hogy mindent közzé tesznek, legyen az akár egy egyszerű kép, vagy legyen az akár mondjuk egy kellemetlen, a másiknak szándékosan problémát okozó kép, e között nem mindig látható a különbség. A gyerekeiket tehát meg kell tanítani egyrészt arra, hogy a másikat ilyen szempontból is tartsák tiszteletben. Másrészt a gyerekeinket arra is meg kell tanítani, hogy mondják el, ha őt érik ilyen típusú abúzusok. A szakemberek szerint elvitathatatlan a szülők felelőssége a helyes internet használattal kapcsolatban, hiszen a gyermek, mint oly sok másban, itt is nagyrészt a szülői mintát követi.
A Békéscsabai önkormányzat megtartotta az idei utolsó sporthétfőt a Szent István téren. A kilátogatók újabb sportágakkal ismerkedhettek meg, de volt olyan mozgásforma, például a labdarúgás, amelyet az érdeklődők már az előző hetekben is kipróbálhattak. Gyorsan szétosztjuk a csapatot, már megbeszéltük ki, melyik csap oldalt áll, kérem álljanak föl a küzdőtérre. A kickboxosok bemutatóját is megtekinthették a kilátogatók hétfő délután. A szervezők az idei utolsó sporthétfőnek kisebb színpadot állítottak fel a Szent István téren, ahol fél óránként váltották egymást a sportágak képviselői. A Békéscsaba 1912 előre felnőtt játékosai a hazai szövetség legújabb szabályai miatt végül nem lehettek jelen a rendezvényen, helyettük a Szenti Zoltán által irányított U19-es csapat mutatkozott be. Egy döntetlennel és egy győzelemmel kezdtük az első két meccsen, hát most a hétvégi fordulóba kikaptunk, de hát erőre kell kapnunk és nyernünk el jövő héten. A kisgyermekek a lovaglást is kipróbálhatták. A Remonda Lovas Egyesület két olyan pónit hozott el a rendezvényre, amelyek a klubterápiás foglalkozásain is részt vesznek. Egészséges, odafigyelve, nagyon sok mindenre tudunk javítani, de foglalkozunk mink az Egyesületen belül terápiás lovagoltatással is. Tehát a lóval azért gyógyítani is lehet nagyon sok mindent, még javítani a testtartáson, a gyerekek viselkedésén, amit a szülők rettenetesen vissza tudnak igazolni, mert mindegyik hálása hozza a gyerekeket kifele. Az önkormányzat 2014 óta rendezi meg a programsorozatot, amelynek elsődleges célja, hogy az érdeklődők a bemutatók megtekintése mellett ki is próbálhassák a sportágakat. Újabb játékos érkezését jelentette be az ötszörös magyar bajnok Svitelszki békéscsabai röplabda ese hétfőn. A 24 éves szlovén válogatott Tina Grudina a fiatal, amerikai Mökéla White helyére érkezik a Viharsarki gárdához. Még a felkészülési időszakban módosult a Svitelszki békéscsabai röplabda sportegyesület játékos állományának összetétele, jelentette be a klub hivatalos oldalán. Mint írták, az egyesület vezetése és a szakmai stáb minden körülményt figyelembe vett, és azt a döntést hozta meg, hogy egy tapasztaltabb játékosra van szükség a center pozícióban. Ezért a szlovén válogatott meghatározó embere, Tina Grudina érkezik a fiatal Mökéla White helyére. Több variációs lehetőség áll majd rendelkezésünkre az ő érkezésével. Tina egy nagyon tapasztalt, fiatalkora ellenére nagyon tapasztalt centerjátékos, egy szlovén válogatott játékosról van szó. Erre a tapasztalatra szükségünk van középen, hiszen Pekárik Eszter kivételével mind a két centerünk fiatal és mondhatjuk, hogy tapasztalatlan is. A 24 éves, 183 cm magas center ismeri a csabai röplabdát, hiszen korábban a Kálcit Ljubljana színeiben, két közép-európai liga döntőben is játszott a BRS-e ellen. Nagyon sok jót hallottam már a klubról, és személyesen megtapasztalhattam korábban, hogy milyen játékerőt képvisel a BRS-e. Szorgalmas játékosnak tartom magam, aki utál veszíteni. A posztomhoz képest alacsony vagyok, de erős és fürge lábaim vannak, ezzel kompenzálom a magasságomat. Úgy gondolom, hogy gyorsaságot és több variációt tudok hozni a csapat életébe. A BRS-e új szerzeménye hamarosan be is mutatkozhat az együttesben, hiszen a csabai lányok pénteken és szombaton Kaposváron szerepelnek felkészülési tornán. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!